Hello, sajtkészítők! Tornázzunk 15 percet. Ne legyünk lusták, bár a sajtkészítők inkább boldogok, semmint lusták lennének. Maradj még ülve nyugodtan, nyújtózz a törzseddel, húzd hátra a könyöködet, zárd a lapockákat. Belégzés, előre, kilégzés. Boldogok a sajtkészítők! De ez a torna nem csak nekik szól, ne értsétek szó szerint, ugye nem kell szó szerint érteni, hanem valószínűleg minden tejipari termékkészítőire gondoltam ezzel a tornával. Kilégzéssel domború, belégzéssel homorú, gyere még egyszer. Így van, egyenesítsd ki a törzset, gurítsd a fejed egyik vállattól a másikig. Biztos ismeritek a sajtos videómat ezen a csatornán. Azt hiszem a legnépszerűbb, vagy a második legnépszerűbb videó. Na még egyet erről is, arról is. És én mondhatom, hogy egy boldog sajtkészítő vagyok. Jól van. Állítsd meg a fejed, told félre a bútort és iránya. Az alapállás. Egy lábon állunk egy picit. Mondjuk a bal lábunkon, a jobb lábat elemeljük a talajtól, és körözünk a bokánkkal. Az egyik irányba, lehet egyébként támaszkodni nyugodtan. Meg visszafelé is. Így van, aztán a lábszárra rajzolunk köröket az egyik irányba. És visszafelé is. És ma a combunkkal, nem azokat a nagy nyolcasokat, hanem kisebb nyolcasokat rajzolunk, elől a törzs síkja előtt fekvő nyolcasokat rajzolunk, kifelé, befelé, így van, jól van, leteheted, jöhet a másik láb. Emeld el, körözz a bokáddal. Az egyensúlyozás mindig felébreszt, tehát ha billegsz, ne bosszankodj, pont az a jó, visszafelé is köröz, hogyha egy kicsit nehéz az a gyakorlat és az egyensúly megtartása. Lábszárral körözünk. Így van néhányat. És visszafelé is. Aztán jönnek azok a fekvő nyolcasok. Egy fix pontot néz, nekem az szokott segíteni. Ugye egy pontra szegezem a tekintetemet, arra támaszkodok. Na még egy. Így van, jól van. Nyújtózunk, elemeljük a két sarkunkat a talajtól, és süllyedünk, guggolunk. Nyújtózunk, és süllyedünk. Gyere még, nyújtóz. És süllyedj. Hármat. Kettőt. Egyet. Nagyon jó. Szélesebb terpez. Lehet elég széles, hogy amikor süllyedünk, akkor ugye ne előzze meg a térd a lábfejeket. Váratartás. Törzshajlítás jobbra karnyújtással. Közép. Nyújtóz. Süllyedj. Balra hajlítsd a törzsed. Közép, nyújtóz, közép, jobb, közép, föl, közép, bal, közép, föl, közép, jobb, közép, föl, közép, bal, közép, és marad a terpesz. Picit behajlítod a két térdet, tedd a válladra a kezed, döntsd a törzsed egyenesen előre, inkább oldalról mutatom, jól húzd be a köldököd, döntsd a törzsed, nyújtsd a karokat, hajlítsd a karokat, és föl. Dönt, nyújt, hajlít, függőleges, dönt, nyújt, hajlít, és föl még egyszer, dönt, nyújt, hajlít, és föl. Még szélesebb terpesz, picit hajlítva legyen a két térd. Törzsdöntésnél már kinyújtjuk a karokat. Talajérintés, további törzsdöntéssel, egyenes gerincsel, vízszintes, és föl.
dönt, talaj, vízszintes, föl. Dönt, talaj, egyenes gerinc, vízszintes, föl, még egyszer, dönt, talaj, vízszintes, és föl. Hajlítsd be egy kicsit a két térdet, közelítsd a lábakat, domboríts ki légzéssel, nyújtsd a törzset be légzéssel, domború, egyenes, még egyszer. Állítsd meg egyenesen, feszes hasizmokkal, feszes farizmokkal, jobbra fordítsd a törzset, nyakad, nézd meg a lámpát, közép, balra, közép, ismételjük, jobbra, közép, balra, közép, még egy pár, jobbra, és balra, nagyon jó, nyújtsd a két térded és lógj egy picit. Lazán, szabadon. Fűzd össze a karjaidat a fejed alatt, és mintha harangoznál jobbra-balra, picit hintáztasd meg a törzsedet. Jobbra-balra. Jól van, megállunk középen. Pihenünk. Megtámaszkodunk a talajon. Közelítjük a lábakat. Megtámaszkodunk a combunkon, domborítunk, nyújtjuk a törzsünket, és felgördülünk állásba. Az első gyakorlatot szivaccsal tudod egy kicsit segíteni, hogyha érzékeny a térded, nehéz térdelni, akkor dolgozz szivacson. A lényeg, hogy leereszkedünk guggolásba, és onnan indul a gyakorlat. Tehát térdhajlítás, törzsdöntés, feszes farizmok, feszes hasizmok, és nem emelkedik a fej, hogy ez minél jobban sikerüljön, ugye nem homorítasz, ezért én a fejemre teszem a kezemet. Jobb láb hátra, leereszkedünk térdelésbe, bal láb hátra, jobb előre, bal előre, ne emelkedj, jobb hátra, bal hátra, jobb előre, bal előre, hatot, bal, jobb, bal, ötöt, bal, jobb, bal, négyet, hátra, előre, előre, hármat, hátra, előre, előre, kettőt, hátra, előre, előre, még egy. Ez az. Meg vagyunk. Domboríts. Nyújtsd a törzsed. És gördülj föl. A következő gyakorlatot lehet súlyzóval végezni, nem muszáj. Az enyém az 2 kilós. Ez egy súlyzó rúd, amire tárcsákat is lehet szerelni, hogy nehezebb legyen. Fejed fölé emeld. Egyenes törzs. Enyhén hajlított térdek kis terpezben. Felkar mozdulatlan. Nyújtsd a karokat. Fej fölé a súlyzót, ne homoríts, nagyon fontos, ne domboríts, még 10, 9, 8, 7, fölfelé mutat a könyököd, 6, ne csúszson fel a váll, tudod, 4-et, lent a váll, hosszú nyak, 3-at, 2-t, és még 1-et. Nagyon jó. Leengedjük, ebből lesz majd egy ismétlés, miután megcsináltuk a guggolós gyakorlatot a bal lábbal. Behúzzuk jól a köldökünket, leereszkedünk a szűk guggolás befejező helyzetébe, fejedre is teheted a kezedet, ne homoríts, bal láb indul, bal láb hátra, jobb láb hátra, bal előre, jobb előre, 7-et, hátra, előre, előre, 6-ot, hátra, bal, jobb, 5-öt, hátra, bal, jobb, 4-et, hátra, bal, jobb, 3-at,
hátra, előre, előre, kettőt, hátra, előre, és jön az utolsó, így van, szupi, nagyon jó, egyébként a szivacsra nem lesz szükség, és aki szivacs nélkül is kényelmesen térdel, annak meg egyáltalán nincs erre szüksége, súlyzó, és ahogy mondtam, ismétlés jön. De most döntött törzsel végezzük el ugyanazt a gyakorlatot. Kis terpesz, hajlított térd, nyújtott törzs, fül mellett a két felkar, döntsd a törzsed, húzd be jól a köldököd, 15, karnyújtás, 14, 13, 12, 11, 10, nyugodtan pihenhetsz, 9, nyugodtan leteheted a súlyzót, 8, 7, 6, az úgyis egy jó hátizom gyakorlat, 5, 4, 3, 2, 1, azaz, félretesszük a súlyzót, ma már nem is kell többet. Leereszkedünk a talajra, nyugodtan visszahozhatod a szivacsodat, be kell húzni jól a köldöködet. Olyan, mintha térdelnénk, de nem térdelünk. Feszes hasizmok, nem homorítunk, billentjük a medencénket, nem esik le a fej, tartjuk a törzsvonalába, visszafeszített lábfej és elemeljük a térdeket a talajtól, tartjuk. A feladat váltott lábemelés lesz. Egyik láb letesz, másik letesz, jobb, le, bal, le, térded a levegőben, picit a föld fölött, bal, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, a legszebb szó. Pihenj egy picit, hasonfekvésben folytatjuk. Az utolsó gyakorlat. Jól húzd be a köldököd, oldalsó középtartás. Feszítsd a farizmokat, hasizmokat. Emeld meg a fejed és a törzsed, karokat is. Jobb előre, bal hátra. Ereszkedj le, oldalsó középtartás. Csere, törzsemelés, bal előre, jobb hátra. Leereszkedünk, oldalsó középtartás, csere, jobb elől, közép, bal elől, közép, jobb elől, közép, mindig érintsd meg a homlokoddal a talajt, bal elől, közép, hat, leenged, öt, és le, négy, és le, három, le, na még egy pár. Megérkeztünk, ez az, pihenj egy picit nyugodtan. Fúj egyet, hagyd is be az egyik lábad, kapd el a lábfejed, húzd a sarkod a fenekedhez. Ha tudod, akkor emeld el a combod a talajtól. Jó, hogyha letámasztod a homlokodat, hogy pihenjen a nyakad. Engedd le, jön a másik láb. Sarkadat húzd a fenekedhez. Emeld el a combod a talajtól. Engedd le, engedd el. Támaszd egymáshoz a két talpadat, csúsztasd kifelé a térdeket, hadd lazuljon a csípő, süllyednek a lábszárak. Jól van. Közelítsd a lábakat, támaszkodj meg a vállad alatt a talajon, a babapúzba gömbölyödj össze, tedd le a homlokod, alkarokat, cipőorra összeér, térdek között van egy kis távolság. Pihen a nyakad, derekad.
Fűzd össze az ujjaidat, emeld a karokat. Gördülj át a fejtetőre, és engedd le a karjaidat. A talaj közelébe. Felemelkedünk, támaszkodva. És jöjjön három nagy levegő, akár a sarkadon is ülhetsz, nyújtóz, vagy a talajon, vagy állhatsz. Jobbra engedd le a fejed, tedd rá jobb kezed, engedd rá jobb karsóját. És közép, nagy levegő, balra, és közép, nagy levegő, és megérkeztünk. Váljék kedves egészségünkre a torna, mehet, folytathatod a sajtkészítést, vagy a joghurt készítést, vagy egyéb más teipari termék készítését. Puszi, szia, gyere legközelebb is, várlak!